Mert tudom, mi gondolom. Nézd, ez mind az övé. Gyere. Ilyet te meg nem kaptál. Ugye? Hát van itt Rozi, neked hoztunk nagyon sok ajándék. Rozi. Gyere. Gyere okosan. Okos voltál, már olyan boldog kutya vagy. Gyere. Rozi, gyere. Rozi, ne félj, gyere. Nincs ő gyangúsítani. Nézd csak, ilyen finomat kapsz. Na? Nem csábultál? Nem csábultál. Hangok. Uh-huh. Gyere kicsit, okosan, gyere ide. Úgy okosan. Ó, de szép. Olyan gyönyörű. Nagyon szép. Na? Nézd csak, ezt kaptad. Ez mind a tiéd, Rozi. Nézd csak, ez minden. Gyere, Rozi. Nagyon aranyos, nem, Péter? Teljesen. De, Rozi, zsákos Rozi, nagyon szép vagy. Forog. Zsákos Rozi történetét a mi olvasóink is megismerhették ugye a hétvége során, és egyik jó példája az emberi kegyetlenségnek. Ugye furcsa ez, hogy jó és kegyetlenség, mert a kettő ugye nem fér össze. Zsákos Rozi onnan kapta a nevét, ugye, hogy úgy próbált tőle megszabadulni az az ember, vagy mi hívjuk lénynek, aki ugye egy zsákba kötötte őt, hogy kidobta végül is egy dombon. Mondd már el pontosan, hogy mi is történt, hogy találtátok őt. Hát Rozi miatt bejelentkezés érkezett, hogy dabasson egy asztalos műhely udvarára, berohant egy kutyus, akit nem tudnak elkapni, és egy zsákot vonszol maga után. Kimentünk, hát nekünk is 2 óra kergetés is kevés volt, mert még nem bírtuk elkapni. Próbáltuk mindenféle palackával, annyira meg volt rémülve, hogy húzta maga után a zsákot, mert mindenki mondom kergette, már egy jó ideje, már egészen sovány kis kutya volt, hogy végén szedelin pasztával le kellett őt altatni ahhoz, hogy végérvényesen be tudjuk fogni. A kutya érzelmie... A kutya érzelmi állapotán tehát világosan látható volt az, hogy őt halálra ítélték azzal, hogy egy zsákot ugye rákötöttek, pontosabban beletették egy zsákba, és ugye itt biztos halál vált volna rá, mert ugye megfulladt volna. Ijegység, félelem volt ugye, vagy volt a kutyán, amikor ugye ti befogtátok. Ahogy teltek, múltak a napok, mit láttatok rajta? Hát azt hagyján, hogy halálra ítélték, valószínűleg a legnagyobb melegbe rakták zsákban, amikor összeszedtük, össze volt tapadva neki teljesen a bundája, úgyhogy izzadt ez a szerencsétlen állat a zsákba, mire ő magától kiszabadította magát. Rozi onnantól kezdve, hogy belett fogva, ugye még az altatással félig aludt őbe, nem teljes mértékben, elkezdtük ugye simogatni, meg minden ébredésig folyamatosan simogattuk, és már másnapra már azért közeledett hozzánk, érdeklődött felénk, hogy ugyan kik vagyunk, ugye a többi kutyustól látta, hogy nem vagyunk mi ellenségek, akkor megpróbálkozunk ebben az emberi lénye, hogy talán ő nem fog belénk rúgni, nem fog megdobálni, és akkor oda jött hozzánk, hogy igen, és akkor legyünk barátok. Akkor most már azt is mondhatjuk, hogy a kis bizalma, ami ugye megtört az emberekben, az most így kezd visszatérni. Kiknek ajánlanád őt, mert ahogy itt láttuk őt ugye a forgatás alatt, azt látom, hogy egy nagyon bujós, egy nagyon kedves, szemébe egyébként ott bújkál a szomorúság most is, ahogy néz. Kiknek ajánlottát, ki lenne neki az ideális gazda? Hát Rozihoz első körben, hogy mondjam, hogy azért ezek a sérülések nem fognak nagyon nyomtalan elmúlni, erre kell azért még időt szállni, egy kisebb idő, de őben nem látom azt a problémát, hogy nem adható örökbe, mert ezt már szeretettel mindent meg lehet nála oldani. Hát őt is kifejezetten a lakásba ajánlanám, mert ő 2 napja van benn most már itt van nálunk a lakásban, hogy még közelebb kerüljön az emberekhez, hogy a félelmeit oszlassuk az idegenekkel szembe is, ugye ezt látom most még a szemébe. Nagyon jó tolerálható lakásba, nem jön fel az ágyra, ő megpróbál félrevonulni, látja, hogy mikor van útba, hogyha mozgunk itt a konyhába, vagy akármi, ő félre áll, de viszont amikor eljön az örömködés pillanata, akkor viszont meg jön, az sörömködik. Úgyhogy ő teljesen alkalmas lakásra, nem tolakodó kutyus, nyugodt, nem ugatós, feleslegesen nem ugat, abszolút ezt kihangsúlyoznám, tényleg csak akkor ugat, hogyha valami olyasmi történik, hogy jönnek hozzánk, ami egyébként ritka ezekbe a kiskutyákba. Uh-huh. Zsákos Rozi olyan embernek, vagy olyan gazdának, olyan családba való, akik tudják kezelni ezt a sorsa miatt adódó ugye különleges érzékenységét, de ahogy ugye látjuk is neki, ez biztos, hogy óriási lelki sérülés, de úgy látjuk, hogy nem maradandó, igaz, ha jól értettem, amit te is mondasz.
Nem maradandó, hiszen ő egy fiatal kutyus, ő benne még az egész jó, vissza lehet ezeket a rossz élményeket fordítani.